Ennyi időnk van. 5 másodperc. A további részletek megbeszélése céljából. Egyes készül. Kettes vett. Nem kell mondjam, hogy rosszul állunk. Tudjátok, hogy rosszul állunk. Depresszióval. Sok a munkanélküli. A többi attól fél, hogy az lesz. A dollár jó, ha 5 centet ér. Bankok csődbe mennek. A boltosok puskát tartanak a pult alatt. Hippik garázdálkodnak az utcákon. Már senki se tudja, mit kéne csinálni, és ez így megy. Tudjuk, hogy a levegő belégzésre, az élelmiszer fogyasztásra alkalmatlan. Ülünk a tévé előtt, és hallgatjuk a bemondót, aki közli, hogy ma 15 gyilkosság és 56 erőszakos bűncselekmény történt. Mintha ez így volna természetes. Tudjuk, hogy minden rossz, a rossznál is rosszabb. Kész őrület, mintha mindenhol mindenki megveszett volna. Ezért inkább ki sem mozdulunk. Ülünk a lakásban, egyre kisebb lesz körülöttünk a világ, de mi csak annyit mondunk, nem érdekel. Csak legyen meg itthon a nyugalmam, meg a villanykenyérpirítom, a tévém, az acélbetétes radiálom a kocsimra, és egy szót se szólok, csak hagyjanak békén. Hát én nem hagylak titeket békén. Azt akarom, hogy dühösek legyetek. Nem azt, hogy tiltakozzatok, vagy lázadjatok, vagy írjatok a kongresszusnak, mert nem tudnám megmondani, mit írjatok. Azt se tudom, mit lehetne tenni a depresszió, az infláció, az oroszok és a bűnözés ellen. Csak azt tudom, hogy először is jöjjetek dübe, és mondjátok, ember vagyok az Isten itt neki! Nekem fontos az életem! Ezért most azt mondom, álljatok fel! Álljon fel mindenki a karosszékéből! Álljatok fel most rögtön! Menjetek az ablakhoz! Nyissátok ki, álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Álljatok fel ebben a szent percben! Álljatok fel! Hova megy? Utána Mikével. Álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Meg kell, hogy változzon. Hány állomás veszi át élőben? 67. Köztük Louisville, Atlanta. És nem tűröm tovább egy percre se! Utána meglátjuk, mit tegyünk a depresszió, az infláció és az olajkrízis ellen. De legelőbb álljatok fel a székből, menjetek az ablakhoz, nyissátok ki, álljatok oda, és ordítsátok, iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Kivel beszélsz, hős? Atlantában. Mi van náluk, ordítanak? Ordítanak nálatok, te? De legelőbb jöjjetek dübe, és ordítsátok, iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Bétonrúzsban ordítanak. Fel mindenki, álljatok fel! A jó kurva minden, itt megfogtuk az Isten lábát! Menjetek az ablakhoz, nyissátok ki, álljatok az ablakhoz, nyissátok ki és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Álljatok fel mind a székből, most rögtön! Menjetek az ablakhoz, nyissátok ki, megnézem, ordítanak-e! Nyissátok ki az ablakot, álljatok oda és ordítsátok sokszor! Iszonyúan dühös vagyok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percet sem tűröm ezt tovább! Nem tűröm tovább!